Kevés olyan film létezik, ami az első világháborúra koncentrál, illetve még elenyészőbb azoknak a száma, amik magas színvonalat képviselnek. Ráadásul ezek legtöbbje az 1930-as és 60-as évek közt készült, így Sam Mendes filmje hiánypótló darabnak bizonyult. A történet pofon egyszerű, adott két brit katona, akik fontos feladatot kapnak. El kell juttatniuk egy üzenetet egy tábornoknak, ami ha nem ér időben célba, végzetes következményekkel és több ezer halálos áldozattal jár. Az első világháborús köntös mellett egy másik tényezővel hívta fel magára a figyelmet Mendes mozia, tudniillik, a film egészen valós időben zajlik, vágás nélkül. Ez természetesen ebben a formában nem igaz, vannak rejtett vágások a szűk két óra alatt, de az operatőri munka parádés és abszolút folyamatosnak érződik a cselekmény. Ez a fajta intenzitás Christopher Nolan Dunkerkét idézi, ugyanakkor a két filmet kár lenne összehasonlítani. Míg az feszültségre építő, folyamatosan pörgő adrenalin fröccs volt, addig az 1917 sokkal inkább egy kimért tempójú dráma. Nincsenek benne kimondottan akciójelenetek, inkább a célig vezető viszontagságos utat szemlélteti, végtelenül hatásosan. Az első világháborús környezet ezáltal csak egy eszköz, játszódhatna bárhol és bármikor, noha vitathatatlan, hogy ad egyfajta pluszt az összképnek. Egy elég nagy pluszt. A helyszínek, díszletek tökéletesek, ahogy Roger Deakins kamerája folyamatosan követi hőseinket, a nézőt is a háború frontvonalába helyezi. Másodpercek alatt átélhető a lövészárkok fedezékének fontossága és zsigerig hatol a nyílt terep kockázatossága. Sárban, vérben, hullák közt dagonyázva kell átgázolni az akadályokon, miközben bármelyik percben feltűnhet az ellenség. Mendez ugyanakkor nem romantizálja az erőszakot, az 1917 pont annyira véres, amennyire kell. Az egyik legerőteljesebb jelenet is ehhez köthető. A direktor megtehette volna, hogy elnagyoltan ábrázol, de helyette a realizmusra törekedett, így az ominózus késes incidens a visszafogottsága ellenére is kegyetlenül betalál. Mindezt úgy, hogy nincsenek részletes jellemrajzok, a karaktereket felszínesen ismerjük meg, de pont annyira, hogy a bajtársiasság kihozza belőlünk az empátiát. Mendez egy emberi perspektívát kölcsönzött a művének, mindemellett remek húzás volt láttatni, például, hogy mi marad hátra egy-egy csata után. Az efféle dolgok miatt lesz különleges élmény az 1917. A film mindemellett persze nem tökéletes sajnos. A lassabb cselekményvezetés olykor túlontúl is elkalandozik, és folyamatosan ott lappang a feszültség szikrája, valahogy mégis lehetett volna intenzívebb, feszesebb a végeredmény. Ezen felül vannak olyan apró logikai hibák, amik szemet szúrnak, és ez szőrszálhasogatásnak hathat, de egy ekkora volumenű alkotásnál illik figyelni az ehhez hasonló apróságokra is. Aki egy a Dunkerkre hajazó akciótrillerre számít, csalódni fog, az 1917 ízig-vérig dráma, és szerintem sok nézőjét itt is fogja elveszteni. Komótosabb, kevésbé intenzív, holott egy másodpercre sem érezzük magunkat biztonságban, de az igazi erénye, hogy egy lelkileg átélhetőbb szituációt látunk, melynek központjában az elszántság, a kitartás és a céltudatosság áll. Technikailag párját ritkítja, ezen a téren minden ízében kifogástalan, egy elképesztően nagy technikai bravúr az egész film, az operatőri munka, a díszletek, jelmezek mind tökéletes, és noha egyéb fronton megvannak az apróbb hibái, azért így is egy borzasztóan hatásos élményt nyújt. Egy kicsit alaposabb karakterábrázolással rögtön egy lapon lehetne említeni a műfaj klasszikusaival, de így is bravúros látlelet, amiben az első sorban élhetjük át a nagy háború poklát. Egy kicsit talán mást adott, mint amire számítottam, noha ez nem a filmnek a hibája, ettől függetlenül is az 1917 egy nagyon erőteljes és nagyon jó kis háborús dráma. Úgyhogy én adok rá 80%-ot. Én ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, kövess Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!